reggeli személy Kálmán László nyelvész, a Szótyár című műsor szerkesztő műsorvezetője Nádasdy Ádámmal együtt mellett. Mindig úgy szokott beköszönni, hogy Nádasdy Ádám voltam, vagy Kálmán László voltam. Nem mindig. Most lesz nem mindig, időnként így. És közben kiderült, hogy nem behalusztam, valóban Orson Welles járt Magyarországon, és játszott a Kísértet Lublón című filmben, és van is egy kép, azt most találtuk meg Kálmán Lászlóval beszélgetve, amint az Alabárdos étteremben Psota Irén és Latinovics Zoltán társaságában múlatja az időt az amerikai rendező. Na de, ennél sokkal fontosabb dolgok vannak. Ha kérdezni akarnak Kálmán Lászlótól, akkor hívjanak bennünket a 387-84-52-n, vagy a 387-84-53-on, az ember a hang mögött. Kutyasétáltatás meg volt már? Nem, hanem vagy ha hazaérek, vagy ha közben lehet, hogy a kedvesem leviszi őket. Nem, azért annyira korán nem kerek. Mennyire fontosak neked a kutyák? Nagyon, nagyon. Az elmúlt, hát gyerekkoromban is voltak kutyáim, és aztán az elmúlt tizenvalahány évben nagyon. De hogyha azt kérdezed, hogy miért, vagy ilyesmi, azt nem tudom megmondani. Hát nem, hát az eszembe sem jut megkérdezni, hogy miért. Hát azért, mert olyan kedves, aranyos, és ahogy az emberre néz, akkor az ember agyában valami kellemes anyag szabadul fel. Igen, ez is benne van nyilván. Szerintem én egy tucat okot fel tudnék sorolni. Biztos vannak benne ilyen tudományos érdeklődés is, etológia, hogyha nagyon komolyan akarom mondani. De meg úgy minden. Tehát... A 13. kerület arról híres, hogy nem nagyon szeretik az emberek összeszedni a kutyaszart. Minden kerület erről híres, de ez szerintem nem igaz valójában. Tehát én állandóan lesem az embereket, soha nem kaptam rajta senkit. Uh-huh. Van egy néhány hely, ahol rendszeresen van, de el nem tudom képzelni, hogy mikor hagyják ott, szerintem éjszaka vagy stikában. De én nem hiszem, hogy a extrém a 13. kerület ebben a szempontból. Hát nekem 13. kerületben élők mondták, de hát lehet, hogy vagy a Tátra utcában, ahol... Az emberekben valakik... kialakul egy ilyen kép, hogy a kutyás az az, aki ott hagyja a szart maga után. Ez olyan, mint hogy az autós az az, aki szabálytalanul följebb áll a járdán, mint ahogy szabadna neki. Mert azokat veszik észre, engem is azok idegesítenek, de a többség persze nem így csinálja, de hát ez... akkor kialakul az a kép, hogy ők azok. Én nekem az autós az, aki nem áll meg a zebra előtt, le se lassít, vagy ami még rosszabb, lelassít, és aztán nem áll meg, és akkor én ott szoktam állni az útszélén, és üvöltözök velük, hogy nem látják a zebrát. És akkor azt mondják, hogy láttam, esetleg felemelik a kezüket, bocsánat, kérés. Hát igen, csak amikor a 10. megy el így, akkor az ember már bosszus lesz. Pórázas kutyás vagy? A nagyobbik kutyám, aki hát egy nagyon idős kutya, kiképzett, nagyon megbízható, az sosem pórázom megy, az szépen jön mellettem, és van egy kis kölyök kutyám, akit meg muszáj, mert minden után elszaladna sajnos még egyenlőre. Nem szoktak neked beszólni, hogy jaj, kösse már meg a kutyáját? De hát olyankor én szépen elkezdem elmesélni, hogy a törvény és a helyi rendelet egymáshoz hogy viszonyul, és hogy mit ír elő, és a többi, de azt nem szokták végighallgatni, mert elmennek. Mert hát a törvényben az van, hogy nem szabad egyedül hagyni kóborolni a kutyát, és igazából nincs szó pórázról a törvényben. Ehhez képest van egy helyi rendelet, ami azt mondja, hogy póráz kell rá, ami hát ilyen értelemben ellentmond a törvénynek, tehát nem alkotmányos, és ezért én nem tartom be. De soha nem hagyom egyedül el. Aha. Tőlem, tehát bolt előtt megvár? Vagy bemész? Abszolút, persze. Uh-huh. De tőlem se távolodik el, tehát... Jó, beszéljünk egy kicsit a műsorodról és a műsorotokról. Mostanában az interaktivitás, ha jól látom, akkor levelezésre szűkül. Az azért volt, mert hogy időnként vége láthatatlan vitába keveredtetek? Nem, egyáltalán nem. Azért, mert a műsor időpontja olyan, hogy szinte soha nem érünk rá egyszerre pont abban az időpontban. Ez a szerda este hét, ez általában be van táblázva, és ezért már szinte kezdettől fogva átálltunk a felvételről. Emiatt az időpont miatt átálltunk arra, hogy felvételről játsszuk.
Éppen ha egyrészt mindig hallgatom, szerencsés helyzetben vásárlás közben fejhallgatom keresztül szerda este, de egyébként meg akkor, amikor vasárnap délőtt hazaérek futásból, és akkor 11 és 12 között azért biztos meg szoktam hallgatni az ismétlést, hát ha valamit nem hallottam azért, mert a pénztáros az éppen mondta, hogy mennyit kell fizetnem, és én mondtam neki, majd kártyával fogok fizetni, és szerdán a műsor első pár perce az egy levélről szólt, amelynek szerzője, írója leoltott benneteket, hogy túlságosan megengedők vagytok, és hogy igenis fel kellene lépni a nyelvi lazaságok, slendriánságokkal szemben. És igen, nagyon aranyosak voltatok ketten a Nádasdy professzorral, mert látszott, hogy kifejezetten zavar benneteket, hogy az Istenek nem értik meg, már csináljátok nem tudom hány éve ezt a műsort, és hogy nem fogtak gumibot találni minden mondat mellett, és nyakon vágni azt, aki nehezen vagy rosszul fogalmaz. Ha még csak a műsort csinálnánk egy pár éve, de hát már azelőtt is, hát az Ádámnak volt sorozata a Narancsban, igen. Volt műsorunk a Bartók Rádióban, még nagyon régen, arra már nyilván senki nem emlékszik, volt közös könyvünk, írtunk, én nem tudom én hány ismeretterjesztő írás, tehát itt nem csak a műsorról van szó, nagyon nekem nagyon nehezen hogy mondjam, jön át, vagy nagyon nehezen tudom ezt így lenyelni, hogy semmi hatása nincs annak, amit az ember csinál. És egyébként tényleg nincs hatása, de persze meg tudom én ezt magamnak magyarázni, hogy valószínűleg mindig olyanok írnak, akik korábban nem hallgatták, nem látták, nem ismerik az ide vonatkozó szakmai véleményt. De hát állandóan ez, amit mondasz, ez a levél, ezt csak azért olvastuk fel, mert ez egy nagyon tipikus levél, de hát valójában azt kell mondanom, hogy 10-ből mondjuk 8 hozzászólás az ilyen szellemű. Egyszerűen ez van a köztudatban Magyarországon, az iskolában is ebben a szellemben tanítanak. Tehát valahogy, hogy hát szóval tudod, nem fogom most előről elkezdeni. Igen, de igen. Itt azért olvastuk fel különösen levelet, mert azért volt vicces, mert az a konkrét dolog, ami a szerzőt, a hallgatót bántotta, az pont a Bolgár Györgynek egy olyan fordulata, ami kifejezetten egy ilyen régi módi, kicsit irodalmias fordulat, amit úgy tűnik fel, ő igen, mindig így igen, mondja. Igen, igen. És én is úgy mondom, hogy egyébként fel nélkül, hogy úgy tűnik, ő neki pedig ez a kicsit hagyományosabb, és hogy pont ebbe akaszkodott bele, hogy ez magyartalan meg ilyesmi, hát ez szerintem nagyon vicces volt. Jó, hát és múlt héten meg az volt, hogy nem neveztétek nevén Dési Jánost, aki a viszontlátásra, vagy a viszonthallásával szokott mindig elköszönni a műsorában egy ilyen nagyon furcsa hanglejtéssel, és a hallgató azt írta, hogy feláll a nem létező hátán a szőr, igen. És akkor... A nem létező szőr, igen. A viszontlátásra, ez az Désinek a trademarkja, igen. Vagy nem tudom milyen védjegye, hogy ő így köszön el. Ráadásul ez egyáltalán nem ismeretlen, olyan szép ritmikus a viszontlátásra. Igen, igen. Hát mindenbe bele tudnak kötni az emberek. Lehet, hogy most valaki megpróbál belekötni. 387-84-52, illetve 387-84-53, Kálmán László nyelvész a reggeli személy itt a Klubrádióban, és mielőtt a hallgatót szólítom, elárulom, mert közben behozta a kolléganőm a legfrissebb számokat. Ma reggelig, tehát a 9 órás adat, 71.526.000 forint érkezett be a Klubrádió számlájára. Képzeld el, hogy éppen tegnap lemondtam egy honoráriumról, elvégeztem egy kisebb munkát, és azt mondtam, hogy nem kérek érte pénzt, és erre azt válaszolta nekem a megbízó, hogy rendben van, akkor átutalja a Klubrádió számlájára. Jaj, de cuki. Ugye nem én mondtam neki, hogy inkább odautalja, hanem ő maga azt mondta, hogy oké, ha nem kérek érte pénzt, akkor ő átutalja. A hangod alapján fel szoktak ismerni? Szerintem igen. Igen, hát... Egyedül a bátyámmal kevernek össze, a Kálmán C. Györggyel, akinek állítólag ugyanilyen hangja van, de igen, láttam a felismernek. Azt hiszem, nem beszéltem vele. Egy hallgató van a vonal a túlsó végén. Halló! Halló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Kovács Pál vagyok. Bocsássanak meg a zavarás, én a nyelvészótól szeretnék véleményt kérni. Nagyon elharapodzott ez a osszák az észt, meg ez a hasonló. Hát ugye valamikor ez, én úgy tudom, hogy az Éces Géberből, meg az Éczából valahogy ez átfordult ebbe az osszuk az észt, meg osszuk az eszet. Hát ez valami kriminális szerintem. Nem tudom, hogy a nyelvészetnek mi a véleménye, de valami elképesztő, hogy már tényleg az újatlan pólót izompólónak hívják, a
elalszik, az bealszik, nem kéne itt valamit, vagy esetleg visszatérni a hagyományokhoz, vagy kadinciék óta ennyit változott a világ? Hogyha válaszolok, és hajlandó a honoráriumot a Klubrádiónak utalni a válaszomért? Jó, tehát minden nyelv minden pillanatban változóban van, és minden nyelvnek minden pillanatban többféle változata van, és a változásnak az egyik része az, hogy új kifejezéseket kezdenek el az emberek használni. A bealszikról már nagyon sokszor beszéltünk a műsorban is, hogy ez a beigekötő, hogy kezd, milyen szerepet kezd játszani a magyar nyelv életében, ez egy rettentő érdekes folyamat. Én nem tudok erről úgy beszélni, mint egy kár, vagy egy rossz irányú folyamat, vagy jó irányú folyamat, és nem is lehet szerintem így beszélni róla. Szerintem megalapozottan nem lehet azt mondani, hogy ez valami rossz irányú folyamat, ez egy folyamat, ami meg lehet figyelni, és lehet csodálni, és érdekesnek tartani. Ugyanez van azzal, hogy osztja az észt. Szerintem egyébként nem új kifejezés ez, hogy osztja az észt, de valóban lehet, hogy gyakrabbá vált az utóbbi időben. Elhiszem önnek, hogyha azt mondja, hogy gyakrabbá vált. Ez minden nyelv életében így van, hogy kifejezések gyakrabbá válnak, ritkulnak, van olyan, hogy teljesen kihalnak, van olyan, hogy teljesen átveszik másoknak a szerepét, szóval erre én nem nagyon tudok más mondani, mint az, hogy köszönjük a megfigyelést, és ez egy érdekes jelenség. Hát akkor nagyon köszönöm én is, és kénytelen leszek együtt élni vele, úgyhogy... Ja igen, bocsánat, hát nincs választásunk. Ebben a dologban nincs választási lehetőségünk. Ha itt élünk ebben az országban, és hajlandóak vagyunk szóba állni a honfitársainkkal, akkor ki vagyunk téve annak, hogy az ő nyelvhasználatukatnak, tehát azt nem tudjuk megúszni. Tehát teendőnk csak... nincsen, és nem is lehet, nem is tudnánk mit tenni. Köszönöm, elfogadom a választást, hiszen nem tudok mit csinálni. Mi köszönjük. Köszönjük szépen. 387-84-52, illetve 387-84-53 Kálmán László nyelvész a reggeli személy. Azt írja Farkas Zoltán, kollégánk, barátunk, régi rádiós, az úgy tűnik fel, Fischer Sándor rögeszméje volt, szerinte az úgy tűnik németes, és ő tanított minket beszélni, bolgárt is. Tehát már is megtaláltuk, hogy mi honnan származik, arról is volt szó múlt héten, hogy honnan jön a mindenhez is ért kifejezés. Te régebbi forrását találtad meg, én úgy tudtam, hogy egy labdarúgó mondta azt valamire, hogy mindenhez is ért, és aztán... Az, hogy a labdarúgó tényleg ezt mondta, azt nem tudom, ez egy mém volt Torgelle Sándorral, igen, hogy mondja Sándor maga mindenhez ért, és arra azt mondja, hogy mindenhez is, de ez én nem biztos, hogy ő ezt tényleg mondta, ez egy internetes mém volt, de hát aztán nem én, hanem mások nyomozták ki, hogy már a 19. században, ráadásul valahol Erdélyben élő szerző, ezt már szép irodalomban is előfordult, tehát valószínűleg ez egy nagyon-nagyon régi vicceskedő szólás, hogy minden is. Be kell vallanom, hogy amikor a Besírsz először megjelent előttem, igen, egy kéziratban, és akkor éppen egy női magazin, ami főszerkesztő helyettese voltam, akkor írtottam belőle, és nagyon sokáig azt gondoltam, hogy házmesterként nekem igenis nem nyelvileg volt vele bajom, hanem a bénának éreztem, hogy Besírsz, de aztán most már mindenki használja. Tehát én azt elfogadtam, hogy valaki besztondul, de az, hogy Besír, azt nem. De hát aztán... Behány? Én azt hallottam először egyébként. Nekem az volt az első élményem erről, és annyira szemléletes, és annyira leírja ezt a fajta helyzetet, hogy azonnal elfogadtam, hogy igen, ez világos, hogy mit akar mondani. Igen, ha jól értem, akkor a kedves hallgató a nő asszonyverő pólóra gondolt, amikor az izompólót mondta, ugye ez a új nélküli trikó, amiben időnként emberek feszítenek, azt hívják izompólónak, ezt azt a szóba. Még nem hallottam ezt a szót, de nem. Nagyon találom. És az izompólót? Ezt az izompólót. És az asszonyverőt azt talán hallottam. Azt sem hallottam. Hát örülök, hogy sikerült, az ilyen, egy nyelvész mit csinál, amikor nem beszél, hallgat, és így gondolkodik, vagy figyeli, hogy már megint felbukkant egy nagy csomó kifejezés. Nem, hát nyelvészként én egészen mással foglalkozom, nem azzal, hogy ma magyarok hogy használják a magyar nyelvet, tehát egy egészen más szakterületen. Segíts nekünk. Hát ez most egy percben nehéz elmondani, de jelentéstannal, számítógépes nyelvészettel, a nyelvtanok szerkezetével foglalkozom. Ugye az két okból fontos a nyelvtanok szerkezete. Egyrészt, hogy lehetne számítógéppel
szimulálni azt, ahogy mi beszélünk. Ez nagyon science fiction, de mégiscsak ezen dolgozunk. A másik fontossága az, hogy vajon mi folyik az agyunkban, amikor beszélünk, és hogy vagyunk erre képesek. Valójában szerintem minden nyelvész igazából erre kíváncsi. De hát nem azzal foglalkozom egyébként, hogy a magyar nyelv most éppen milyen, meg hogy milyen jelenségek vannak. De igen, alapvetően, amit kérdeztél, igen, gondolkozik, sokat olvas, rengeteget kéne írni, ez rám egyáltalán nem jellemző sajnos, pedig ezt mérik, de olvasni ezt mindenképpen sokat kell. És amikor a buszon, villamoson, sétaközben hallasz egy olyan szót, amit korábban nem, akkor azt így fölírod, azért biztos, hát, nem írom föl, de felszoktam figyelni a különböző nyelvi jelenségre. Valószínűleg jobban, mint egy nem nyelvész, tehát rááll így a fülem, de ez valószínűleg inkább úgy lehet, hogy talán az amiatt is lettem nyelvész, hogy úgy érzékeny vagyok az ilyen a nyelvhasználati dolgokra, talán inkább, mint mások. Ezt onnan tudom, hogy néha szoktam mondani mondjuk egy jelenség észlelésekor filmet nézünk, vagy ilyesmi, hogy jé, figyeltet, hogy mit mondott, és akkor egy csomóan azt mondják, hogy nem, ők nem vették észre. Én ezeket úgy inkább észreveszem talán. Hát ez most vagy a szakmám miatt van ártalom, szakmai ártalom, vagy pedig egy előfeltétele, vagy előzménye annak, hogy ez lett a szakmám, nem tudom. Például valamelyik nap hallottam a kőkemping kifejezést, a temetőt. Re használta ezt valaki, és figyelmembe ajánlott ezt a szót, soha életemben nem hallottam, de azt mondtam, hogy jó, hát ha kőkempingnek hívják, akkor nincs más választás, kőkemping a temető. 9 óra 31 perc van, hívjanak bennünket, beszélgessenek Kálmán László nyelvésszel, vagy velem, mondják el a Klubrádióról a véleményüket, mondják el, hogy mi lesz akkor, ha nem lesz éppen szószátyár, és hova fognak leveleket írni, és természetesen fura szavakkal, kifejezésekkel is megtalálhatnak bennünket a 387-84-52, vagy a 387-84-53-as számon. 9 óra 35 perc, a reggeli személy Kálmán László nyelvész. Azt írja Futó József, hogy az izompóló nem az újatlan póló, hanem az a típusú T-póló, ami teljesen rásimul a testre, és szinte kirajzolja az izmokat. Amúgy máskor is legyen ez az SMS-fal, sokkal gyorsabban lehet írni, és még ingyenes is. Abban kapcsolatban... Én ezt cuppanós pólónak szoktam magamba hívni, nem tudom, hogy ez elterjedte, de soha én ezt magamban mindig így hívtam, olyan, soha hogy életem... rácuppan a testedre. Soha életemben nem hallottam ezt a kifejezést, hogy cuppanós póló. És Hász Márta felteszi a kérdést, hogy nem szedik össze kutyaszart a 13. kerületben, honnan veszem én ezt? Hát nyilván onnan, hogy sétálok, és akkor látom, és miután több kerületben is szoktam sétálni, és látni, és észrevenni, ezért gondoltam azt, de más beszámolók hát lehet, hogy máshol, erről. Lehet, hogy máshol jobban figyelnek, és elkapják őket. Tehát itt alapvetően az a probléma, hogy ezeket a szabálysértőket, ezeket el kéne kapni. Aki nem áll meg a zebránál, aki gyorsabban hajt a megengedett, stb. Szigorúan kell fölépni. Nem vagyok egy ilyen szigorú ember. Igen, éppen mondani akartam, hogy ahhoz képest, hogy a nyelvben mennyire megengedő vagy. Nem vagyok egyáltalán szigorú, de egy szabálykövető ember vagyok, és iszonyan idegesít, hogy minden kockázat nélkül lehet egy csomó szabályt megsérteni. Ez a kutyaszar dolog is. Az különösen bosszant, mert az összes kutyás emiatt szív, igen, hogy ez a néhány állat, aki ott hagyja, amiatt egy egész közösséget, akinek a legnagyobb része teljesen normálisan viselkedik, sújtanak ezek a... Na mindegy, hagyjuk ezt. Előfordul, hogy időnként szétnézel, hogy nem jön semmi, és bringával belegurulsz a pirosba? Abszolút előfordul, igen. És a zebra mellett is átszoktam, soha nem a zebrán, és soha nem zavarva a gyalogosokat, de ezek érthetetlen szabályok a számomra, hogy mellette velük párhuzamosan miért nem lehet átgurulni, ezt egyáltalán nem értem. Amúgy tényleg szabálykövető vagyok, és ezeket a szabályokat is beszoktam tartani, de például a kerékpáron megfigyeltem magamon, szégyellem magam tényleg, de mondjuk mikor fél órája vagy egy órája kerekezel a városban, és soha egyetlen helyen se veszik figyelembe a téged megillető közlekedési jogokat, akkor egy idő után leszáll a lila köt. Tehát amikor végig a kijelölt biciklisába autók állnak, amik sehol nem adják meg az elsőbséget, többször el akarnak ütni, akkor egy idő után benne eldől a borjú, és akkor onnantól kezdve nem garantálom, hogy én is betartom az összes szabályt. Eldől a borjú? Eldől valakiben a borjú, igen. Tessék. Igen. Már megérte, hogy bejöttem a reggel a rádió műsorba. Föl is ajánlom majd a mai fizetésemet a Klubrádió számlájára. 387-84-52, illetve 387-84-53. Egy hallgató van a vonal túlsó végén, felén. Jó reggelt! Üdvözlöm Önöket!
Wisniewski Emil vagyok. Jó napot. És előre szeretném bocsájtani, hogy én tisztában vagyok azzal, hogy az Szószátyár című műsor az nem nyelvművelő műsor, hanem a nyelv meglevő sajátosságait, fordulatait elemzi a betelefonálók, illetve a beírók kérdései alapján. De hát azért azt is megemlíteném, hogy a műsor beharangozó szövegében az fordul elő, hogy nyelvi ügyeinkkel, bajainkkal foglalkoznak. Na most, hát én a nyelvi hülyeségeket, amik ma előfordulnak, azt én ügyeinknek, bajainknak tartanám. Én nem tartom annak. Én azt gondolom, hogy a nyelvnek a rendeltetésszerű használatához hozzátartozik az, hogy olyanokat is mondunk, amilyeneket korábban mások nem mondtak, meg mi sem mondtunk, újítunk. A kreativitás az a nyelvnek az egyik legcsodálatosabb tulajdonsága. Aztán, hogy én amikor kreatív vagyok, akkor az sikerül-e elterjesztenem, és utánam fogja valaki mondani, az persze kiszámíthatatlan, de néha elterjednek kreatív kifejezések, és én ezt kifejezetten pozitív dolognak tartom, a nyelv erre való, mindig is így működött a nyelv, és ezeket én nem nevezem nyelvi hülyeségeknek. Ügyek meg bajok persze vannak, hiszen nem véletlen, hogy egy ember például... Mit tartanak ők bajnak? Bajainknak. Jaj, hát nem szó szerint kell venni. Ügyes, bajos dolog, igen, hát nehézségek, én azt gondolnám, hogy azt jelenti a baj. Akkor nem tudom, még valamit megemlítenék, lehet róla szó? Hogyne, és aztán én is kiesnék a szerepemből, és kérdeznék öntől. Hogy az előbb említették, hogy bealszik. Hát ezt egy új kifejezésnek lehet értelmezni, de viszont ha egy meglevő, de más, eddig másra használt szófordulatot használnak, például az adott esetben rengetegen használják, akiknek, hogy is mondjam, a fő foglalkozása a beszéd. Állandóan használják, hogy adott esetben, azon kívül minden mondatot úgy kezdenek, hogy egyébként. Hogy ezt nem, például ezt én hibának érzem, de ezt nem lehet a bajok közé sorolni. Ez baj, de nem igazán nyelvi, ez stilisztikai probléma, és mi azt mindig szoktuk hangsúlyozni, hogy a stilisztikával annak a szakemberei kell, hogy foglalkozzanak. Én leginkább az írókat szoktam emlegetni, pedagógusokat, stb. Hát mi nem ezzel foglalkozunk, de mindig tudom, el szoktuk... Tudom, hogy önök nem ezzel. A műsorban mindig el szoktuk mondani, hogy tessék nyúzni a Klubrádiót, hogy legyen egy ilyen stilisztikai műsoruk is. Biztos lehet rá találni jó élvezetes műsorvezetőket, meg lehet jó riportokat csinálni, de mi valahogy nem ezt választottuk, nem ezt én az tudom, utat. Hogy nem ezt választották, és kellene egy ilyen műsor. Okay, igen, de igen, csak a véleményet kérdeztem, hogy ezt ön nem tartja nagyon rossz dolognak, hogy ma, hogy egyszerűen az adott esetben az egész másra volt használatos eddig. Ma pedig az egyébként. Önmagában az, hogy egy kifejezésnek a használata megváltozik, az ugyanolyan természetes változás, mint hogy új kifejezések születnek. Tehát ez önmagával ezzel nincs baj. Én szerintem az bánthatja önt, hogy túl gyakran használnak egyes kifejezéseket, az viszont szintiszta, hogy mondjam, stilisztika vagy szokás. Tényleg emberek hajlamosak arra, hogy rászoknak, lehet, hogy én is, rászoknak egy-egy kifejezésre, amit túl gyakran használnak. Ez hogy mondjam, egyrészt ez is egy kicsit természetes dolog, mindenkinek vannak ilyen visszatérő szokásai, de semmiképp sem érzem, hogy ez rám tartozna. Szóval én nem a gyakorisággal van bajon, hanem a helytelenségével. Igen. Hát helytelennek nem mondanám, mert teljesen megfelel a magyar nyelv szabályainak. Mondom, hogy valaki állandóan azt mondja, hogy tulajdonképpen, vagy szóval, vagy rászokik egy ilyen töltelék szóra, és folyton azt mondja, az nyelvileg nem problematikus, tehát abban nincs semmi nyelvi probléma. Hadd mondjam, mert az adott esetben az eddig arra szolgált, hogyha valamiről folyt a beszélgetés, és valaki hozzá akart fűzni valamit, akkor használta azt, hogy amiről most beszélünk, tehát adott esetben ez a dolog most nálam így áll. Ma az egyéb... Az esetleg helyet használja. Az esetleg helyet használja. Hát ez történt vele, így járt ez a kifejezés. Ja, hogy így jártunk, szóval önök ezt nem tartják gondnak. Most mondtam az előbb, hogy a jelentésváltozás vagy használat megváltozása az ugyanolyan természetes folyamat, mint hogy bejönnek új kifejezések. Emil, hadd kérdezzem meg, hogy önnek honnan van a nyelvvel kapcsolatos, hogy is mondjam, tudása, hogy ennyire szigorú? Hát nem, hát
igen, kicsit lovagolok a nyelven. Igen. Azon túl, hogy dadogva beszélek, de az most a zavarom miatt van. Ja, nem, hát sehonnan olvasok, és hát nem tudom, engem mindig is érdekelt, hogy valamit pontosan fejeznek ki, vagy nem. Mert erről beszélgettünk pont Lacival a hírek alatt, hogy esetleg érdemes ezzel foglalkozni, hogy ki honnan és ki honnan hozza ezt a tudását, vagy azt a fajta röghöz kötöttségét, ami nyelvvel kapcsolatban megjelenik, és nem szívesen enged be új formákat vagy fordulatokat a nyelven, nem engedne be. Hát nem, engem nagyon zavar, hogy másra használják a kifejezést, uh-huh. De ha önök azt mondják, hogy ez a nyelvnek a működésének a rendje, hogy állandóan és folyamatosan változik. Igen. Hát akkor kénytelen vagyok én hát, elfogadni. Én azt mondom, hogy én nagyon sokat bújom, nem a szakmám miatt, hanem például az ilyen műsorok miatt. Nagyon sokat szoktam bújni az ilyen történeti, etimológiai forrásokat, etimológiai szótárat, stb. És mindig megdöbbenek azon, hogy egy-egy szó, ami ma nekünk teljesen természetes, hogy mit jelent, az mennyi minden mást jelentett korábban. Így és ebből is látszik az, hogy folyamatosan ez történt, hogy megváltoztatták a szavak, meg a kifejezések a funkcióikat, és én ezt egy természetes folyamatnak talán, én nem gondolom azt, hogy itt állandóan hibák történtek a nyelvtörténete során, hanem azt gondolom, hogy ez a normális élete egy nyelvnek. Ezért is találom furcsának, amikor liberálisnak hívják ezt a hozzáállást, holott ez szerintem az igazi konzervatív hozzáállás, hogy történjen most is az, ami eddig is mindig történt, hogy változott a nyelv. Igen, igen. Köszönjük szépen, hogy hívott. Köszönöm én is a szíves viszonthallásra. Köszönjük. Szlengas EM lobogunk, egy másik hallgatóban a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok! Pálinkás, jó reggelt, én Barnabás vagyok. Most jutott eszembe elnézést a Rosszóvicél, de én tényleg így szoktam köszönni, de hát okay. Most így meg is találta. De miért nem azt mondta, hogy Kálmános jó reggelt? Mert ez egy nagyon rossz vicc lenne. Jó. Igen. Miközben az előző hallgatót, illetve hallgatókat hallgattam, illetve a Szószátyár műsorait, főleg Balatonon szoktuk a teraszon a feleségemmel mi és a két mellettünk lévő szomszéd, mert hogy a Bluetooth speakert hangosra állítjuk, mert hogy úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy pedagógia az életünkben jelen legyen. Az volt a, és ez most fogalmazódott meg, és utána rögtön kérdeznék is egyet, hogy sok hallgató, aki önökhöz, illetve önhöz Kálmán úr betelefonál, kicsit úgy érzi, vagy úgy áll neki, mint ahogy a Bolgár úrhoz szoktak betelefonálni, és fel vannak háborodva. Én azt a fajta megengedést, amit egyrészt ön sugal, meg amit mond, ez nagyon tetszik, hogy hát igen. Gyakorlatilag a Facebookon kívül talán a második dolog, amit leggyakrabban használunk, az pedig a nyelv, és az pedig él. És ez nagyon jó. Is én magam 52 éves vagyok, és hobbim az, hogy zenének, és van olyan bandám, ahol hát 20 meg 25 évvel fiatalabbak a srácok, és teljesen érdekes, hogy egyrészt jó nyilván fiatalokkal körbevenni magamat, de egész más kultúrkörből jönnek, más kifejezéseket használnak, és így csak színesebb lesz az én gondolkodásom is, meg a szövegem is akár. Azt szerettem volna kérdezni, így a hosszú mondat után, hogy elég sok, azt gondolom, hogy 80%-át a műsoroknak hallgattam. Foglalkoztak-e olyan témával, ahol a politikusok beszédével, nyilatkozataival, stílusával foglalkoztak? Hát szerintem külön ilyen műsor nem volt, de azért az elő szokott kerülni, mert a hallgatók... Azt tudom. A hallgatók levelei is sokszor ahhoz kapcsolódnak, hogy ezt és ezt hallották egy politikustól. Nem, külön erről szerintem nem volt műsor, és nem is tudom, hogy érdemes erre külön sok szót vesztegetni. Én magam sokat bosszankodom azon, hogy miket mondanak, de az főleg tartalmi jellegű. Ja, világos. Stilális is egyébként, de hát... Ezt akartam, amiatt kérdeztem, hogy például amit én kikérek magamnak sok esetben, hogy én is kicsit tiltakozzak, amikor mondjuk a kormányoldal a másik az ellenzékre aggat kifejezéseket, és utána az ellenzék
mint gumicsont, azt is használja. Igen. Én ezt nem vagyok hajlandó, tehát általában behelyettesítem. Ezt általánosabban fogalmaznám meg, mert nem csak azokat veszi át a kormány oldaltól, amiket rá akaszgatnak, hanem gyakorlatilag minden kifejezést átvesz a kormány oldaltól, ami az ilyen PR tankönyveknek az első néhány oldalán megtalálható, hogy mennyire tilos. Tehát nem szabad az ellenfél szóhasználatát tilos átvenni. Abszolút nem hasznos. Az ellenfél szóhasználatát tilos átvenni, és ezt úgy tűnik nekem, hogy Magyarországon kizárólag a Fidesznek a tanácsadói veszik komolyan. Az összes ellenzéki párt egyszerűen fittyet hány, vagy nem tudom, hogy mondjam. Nem tulajdonít ennek fontosságot, és ez egy óriási kommunikációs hiba. De én nem gondolom, hogy a mi műsorunk témájához ez igazából hozzátartozna. Azért is nem mondtam, hanem kérdeztem, mert kíváncsi voltam, hogy ebben így foglalkoztak-e. Szerintem. Viszont rendre visszatérő téma, ezt én hallottam. Én ennyit szerettem volna csak mondani, és nagyon jó műsoruk van. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Köszönjük szépen. Viszont hallásra. Egy következő hallgató van. Halló? Jó napot kívánok, készcsak. Én lennék, jó napot kívánok. Ön. Én ezek után már nagyon kis semmi kérdést szeretnék, vagyis nem kérdést szeretnék föltenni, hanem egy észrevételt, és nagyon ellentmondásosnak érzem azt, hogy jó eséllyel ezt mindenre használják, ha nagy valószínűsége van valaminek, akkor is, hogyha valami rossz dologról lenne szó. Tehát én úgy érzem, hogy nagy eséllyel valószínűleg ez jobban odaillik, például, hogy megbukom, vagy valami más negatív dolog érvényesül. Tehát én ezért referáltam, hogy ezt a jó eséllyel, ezt én mindig meglepődöm, ami utána következik. Hogy... Ez nagyon érdekes, mert én is nagyon gyakran hallom, hogy jó eséllyel, de sose jutott eszembe, hogy ez attól, hogy a jó szó benne van, ettől ez valami pozitívumot jelentene. Szerintem igen. A nyelv ennyire nem, Ádám szokta mindig mondani, hogy a nyelv az nem logikus, hát most én is ezt mondom, hogy ennyi logikát nem lehet számon kérni a nyelven, a jó esély az nem jelent szerintem. Most cserélték föl, tehát nem olyan régóta használják. Szerintem ezt. Azért, mert rövidebb, mint az, hogy nagy valószínűséggel azért hát az nagyon hosszú. Hát valószínűleg az is, ha valószínűleg, akkor az azt jelenti, hogy nagy eséllyel, tehát az ugyanazt igen, jelenteni. A nagy esélyt meg nem szoktuk valamiért használni a nyelvben. Nem, csak hogy a valószínűleg, hogy történik valami, az azt jelenti, hogy nagy a valószínűsége neki. Igen. Tehát elég lenne a régen használt valószínűleg szó. És én azért csodálkozom, az a jó esélye. Igen, de az emberek számomra szeretik. Számomra ellentmondás, igen. Hát néha az a baj, hogy valaki mindig ugyanazt a szót használja, néha meg az a baj, hogy váltogatják. Hát miért ne lehetne ugyanarra a dologra sok különböző kifejezés? A valószínűleg ja, nem, meg csak az ellentmondás volt bennem az, hogy a jó és a rossz történés. Igen, de mondom, szerintem a jó esély az csak nagy valószínűséget jelent, nem jelent az pozitívumot szerintem, ahogy én így megfigyelem a honfitársaimon, mint ahogy ön is megfigyelte, de szerintem nem kell ezen számon kérni, hogy annak valami pozitívat kellene. Most így átmentünk ilyen szószájtjára. Igen, igen, igen. Ugye? Igen. Köszönjük szépen. Köszönjük meg, szépen. Igen, ez nem stílus, de hogy egy mondatot még szeretnék kérni a híradóknak, hogy amikor bemondanak egy katasztrófát, vagy bármit, ami nem Magyarországon történik, akkor is előadják, hogy összeütközött két vonat, és a végén kiderül, hogy Kanadában. Tehát, hogy nem lehetne előre tenni azt a helyszínt, ahol ez történt, és másképpen fogadnám azt az eseményt. Ez csak ennyi a kérésem. Köszönjük szépen, továbbítjuk az illetékeseknek. Kész sok viszonthallásra. Köszönjük. Jó esetben egyébként én szoktam használni, tehát nyilván a kedves hallgató arra gondolt, meg szerintem az Emil is, amikor szóba hozta az adott esetben, én is szoktam használni, de azt írja a hallgató a Facebookon, hogy a nyelvi igényességet az ember a családból, az iskolából, az olvasásból hozza magával, nem olyan nagy titok ez, de általában minden nyelvnek van úgynevezett kultúrnyelv változata, amit többnyire közmegegyezésen alakul. Pillanatig se tagad, és az az igazság, hogy ez amikor nem tudom hány perccel ezelőtt azt mondtuk, hogy lehetne éppen egy ilyen műsora is a Klubrádiónak, ha lenne rá kapacitása, akkor én azt teljesen őszintén és komolyan gondoltam. Szerintem például a Deme László és Pécsi Blanka műsora réges-régen a Közszolgálati Rádión, az például nagyon-nagyon hasznos műsor volt. Az egy kifejezetten előíró jellegű műsor volt, nem olyan volt, mint a miénk. Mi ugye csak leírjuk, ahogy az egyik hallgató mondta is, amit megfigyelünk. Ők azt mondták, hogy így kell szépen hangsúlyozni, meg intonálni, tehát a dallam és a hangsúly, hogy hangzik az igényes, emelkedett magyar beszédben. Ez egy abszolút hasznos dolog. Szerintem
nem tudom mennyire rádiós műfaj, valószínűleg egy pótol egy hiányosságot, ami az iskolában kellene, hogy, hogy történjen, de én az ilyen dolgoknak a hasznosságát egyáltalán nem vonom kétségbe, ezek tök hasznosak, csak mi nem ezzel foglalkozunk, de ha a rádió azt mondja, hogy ezt ne csináljuk, vagy ne, akkor abba fogjuk hagyni, de én úgy lettem észre, hogy így is elég érdekli az embereket. Igen, és szóba is hozza a kedves hallgató, hogy, hogy így írnak azok az újságírók, riporterek, műsorvezetők, ezzel mintegy mintát adva az embereknek. Régen ez nálunk is így volt, a rádió és a tévé volt az etalon. Valóban ez így van. Hát én ezt másképp fogalmaznám, én azt mondanám, hogy régebben a rádióban és a tévében nagyon ragaszkodtak a nagyon emelkedett, nagyon irodalmias beszédmódhoz és stílushoz. Valamennyire még ma is alkalmazkodunk hozzá, hiszen nem mondunk nagyon-nagyon vulgáris kifejezéseket, de nagyon megváltozott a rádióknak és a televízióknak a nyelvezete, különböző csatornáknak különböző mértékben, de sokkal hétköznapibb lett, szerint sokkal közvetlenebb lett, ez egy világtendencia egyébként, és valószínűleg egy társadalmi jelenség, ez nem egy nyelvi jelenség, hanem társadalmi dolog, és nem látom különösebben ennek se ártalmát. Egyszerűen hétköznapiban beszélnek nincs az az elvárás, hogy a rádióban úgy beszéljünk, mint ahogy a parlamentben beszélnek. Egyébként ott se beszélnek már annyira ünnepélyesen, de... Magyarul ez a fajta nyelvészet, amire nem lehet azt mondani, hogy régen minden jobb volt, régen is ugyanilyen volt. Mint ahogy másban sem lehet szerintem nagyon ezt mondani. Kálmán László nyelvész volt az elmúlt egy órában a reggeli gyors vendége, ez a Klubrádió. Ma a szerkesztő Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Zsidai Péter, Ricsovics Kinga, Józsa Péter és Selmeci János. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmet, köszönjük szépen azt a 71.526.000 forintot, amelyet a Klubrádió túlélési gyakorlatán ajánlották föl a rádió megmentése érdekében. Legyen kellemes a hétvégéjük. Azt hallottam, hogy Punks Not Dead-nél vasárnap délután az eltűnt mozik lesz a téma, úgyhogy elő a listákkal, lehet telefonálni délután 2 és 4 közt, SMS-t ne írjen, mert az megszűnt, és hogy egy fordulattal elköszönjek, amit aztán be lehet telefonálni, vagy meg lehet írni. Véhallás.